A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, október 4-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban kiállításokkal, klasszikus zenével és egy beszélgetős dalesttel várom Önöket. Tartsanak velünk! Szitanyomatokkal készített bibliai illusztrációkból nyílt kiállítás a Szent Korona Galériában. Balázs Benedek tervező grafikus vallási ihletésű tárlatának képei a Szentírás egy-egy történetet jelenítik meg a teremtéstől egészen Jézus szenvedés történetéig. Az Ószövetség és az Új Szövetség mozzanatai, a teremtés, Káinhoz és Ábelhez, Mózeshez kapcsolódó jelenetek, a négy evangéliumból a megtestesülés, a tanítás és a szenvedés történet elevenedik meg a látogatók előtt az Inspiráció című kiállításon. Balázs Benedek tervező grafikus alkotásai, bibliai illusztrációk, személyes vallomások, amelyek a Szentírásról szólnak. Az Inspirációnak nem csak az ösztönző jelentésében, hanem a lelkesítő jelentésében is gondolkoztam, és ezért az egész kiállítási anyagnak, a választott grafikáknak tulajdonképpen olyan témákat kerestem, amik érzelmeket mozgatnak meg bennem, és remélhetőleg másokban is. A művész munkái a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjának köszönhetően készültek. A 33 kép között barangolva minden alkotáson más-más eseményt fedezhetünk fel. Ez, amit itt látunk, ez Ábrahám és Izsák történetéből egy jelenet. Azt kell tudni, hogy itt a sorozat készítése kapcsán rengetegszer csináltam egy kis bibliodrámát, tehát hogy egy rendező barátomtól kaptam passiós ruhákat, és a családtagokat beöltöztettem, vagy én magam is beöltöztem, és itt ezen a képen például a fiammal együtt, az eredeti én az én fiammal együtt vagyok beállítva, és erről készült a rajz. Az érdekessége egyébként, hogy azt a jelenetet ábrázolja, miután Ábrahám már megtudja, hogy nem kell feláldozni Izsákot, és ennek örül. Jézus születésével, illetve a fogantatásával, illetve Mária és gyermekének kapcsolatával függenek össze ezek a képek. Az angyali üdvözletnek az az érdekessége, amit itt láthatunk, talán ez volt az egyik olyan kép, amin a lehető legtöbbet dolgoztam. Ez remélhetőleg a könnyed vonalakban nem látszik, de nagyon nehéz a téma, rengeteg művészettörténeti előzménye van, és próbáltam valami újszerűséget és lendületet vinni ebben a nagyon különleges történetben. A székesfehérvári születésű Balázs Benedek, bár már Agárdon él, szívesen látogat vissza a szülővárosába, ahol egykor megannyi inspiráció érte. A ciszterci templom 18. századi sekrestjéje még 14 éves korában lenyűgözte. Ingeller János pálos szerzetes 3 éven át faragott bútorzatán ugyanis nyomon követhető a fejlődés, a művészté válás folyamata. Bútorzatnak az egyik érdekessége ezek a domborműves tábla
berakások, illetve tulajdonképpen lombormű faragványok, és nagyon szépen megfigyelhető, ahogy az első táblának a kezdeti viszonylag síkban tartott megoldásai egyre inkább, ahogy a készítő fejlődött a mesterségbeli tudásában, egyre inkább térbeli formát öltenek, és ha megfigyeljük a táblákat, a táblákon szereplő alakok, azok az évek alatt egyre jobban kijöttek a térben, és a végén már a dombormű szinte szobrászi munkává nemesedik. Számomra ennek a munkának a végigkövetése és szemlélése kifejezi azt, hogy az ember hova tud eljutni kitartó munkával és szorgalommal és alázattal, úgyhogy azért szeretek ide újból és újból visszatérni és ezen elgondolkozni. Balázs Benedek munkái Agárdon egy stúdióban születnek. Az alkotásokat először tussal, véletlenszerű mozdulatokkal tervezi meg. Amit ebben a munkában én nagyon szeretek, az maga a rajzolási, illetve festési folyamat, tulajdonképpen tussal készülő illusztrációkról van szó. Az ecsetet úgy használom, hogy viszonylag egy száraz ecset technikával hozom létre ezeket a festői foltokat. Kigondolom a mozdulatot, általában befotózom, vagy utána nézek, és akkor utána arról csinálok néhány vázlatot, rajzot, hogy mi lenne jó. A tusban azt szeretem, hogy van benne véletlenszerűség, tehát könnyű elrontani, teret enged az ember egy kicsit a véletlennek is, de azért kell hozzá egy nagy tudás. Hát aminek majd én talán 100 éves koromban végére járok, ha megérem. Minden esetre ez okozza a legnagyobb örömet számomra, amikor megkeresem ezeket a mozdulatokat, foltokat. És hát ez sok-sok küzdelemmel jár, de szép ez az út. Úgyhogy ahhoz, hogy létrejöjjön egy könnyed vonal, ahhoz sok-sok verejtékes vonalnak kell előtte megszületnie. És azért örültem annak, amikor elkezdhettem ezt a munkát a Művészeti Akadémia ösztöndíja révén, mert kiszakított abból a tervező grafikai gyorsított munkamenetből, amiből egyébként, amit most már 20 évet csinálok, és akkor is, ha csak lehet, akkor mindig használom a szabad kézi rajzot, főként a tervezési résznél, de most ez egy olyan munka volt, ahol kifejezetten sokat kell rajzolni, úgyhogy ezért szerettem. A számítógépen folytatódik tovább a munka, hogyha megvan a megfelelő mozdulat és kompozíció összeállt a fejemben, akkor beszkennelve a rajzokat, itt számítógépen történik az előkészítése, és itt most azt lehet látni, hogy hogyan készülnek a szitanyomáshoz a különböző szín kivonatok, és hogyan állnak össze a több vázlatból összeállított képek.
Balázs Benedek tervező grafikus inspiráció című tárlata október 8-áig látogatható Székesfehérváron a Szent Korona Galériában. A Székesfehérvári Művészek Társasága 4 tagjának rendeztek csoportos tárlatot a Pelikán Galériában. A kiállítást Izinger Katalin művészettörténész nyitotta meg. A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társasága a Pelikán Galériában rendezte meg az alkotóközösség 4 tagja, Dér Adrien, Péter Ágnes, Szabó Anikó és Végvári Beatrix csoportos képzőművészeti tárlatát. A kiállítást Izinger Katalin művészettörténész ajánlotta a művészetbarátok figyelmébe. Szabó Anikó a fali kárpitok többszörös funkcióival és funkcióváltásaival foglalkozik. A kortárs textilművészetben általa is olyan tértextilek születtek, amelyek önálló kortárs művészeti alkotásokként értelmezhetőek. Szabó Anikó textilművész munkái láthatók itt együtt Péter Ágnesével, és talán itt is egy közös pont, az ember próbál egy csoportos kiállításon egy vezérfonalat találni, és én itt tulajdonképpen a mintázatot találtam egy ilyen összefoglaló fogalomnak. Szabó Anikónak egyrészt a tértextiljeit tartom itt fontosnak, tehát ugye ez a 60-as, 70-es években megváltozott a textil fogalom a művészetben, a textilek a faltól elváltak és kifordultak a térbe, és itt mögöttem a Köd című munkáját láthatjuk Anikónak. A köd önmagában is egy izgalmas közeg, tehát kicsit a bizonytalanság, az elveszettséget is jelenti, és számára az a legfontosabb a textilekben, hogy minél izgalmasabb, minél változatosabb felszíneket, tehát felületeket alkosson meg ezeket a munkákon. Van még itt egy másik munkája, amely pedig a természet, tehát olyan, mintha a természetet látnánk, vagy a természet egy szeletét felülről, ahol elválnak egymástól a különböző sávok, a mező, az erdő, egy rét, egy virágos sáv. Péter Ágnes gazdag életművét mindig is a transzcendens világ, az érzékelésen túli, a tudatalatti jelenségek vizuális megjelenítésére való törekvés jellemezte. A jelen tárlata is ennek jegyében készült. A természet vezérfonalán haladva Péter Ágnes munkáit bemutatni, aki pedig a tájművészet, a természetművészetnek egyik nagyon fontos magyarországi képviselője. Úgy dolgozik a tájban, hogy tehát itt egy nagy különbség van. Amerikában a 60-as években a tájművészetnek az volt a legfontosabb szempontja, hogy belenyúljanak a tájba, valahogy teljesen átalakítsák. Tehát az emberi erő, az emberi, a kövek, föld, tömegek megmozgatása volt a fontos. A mai természetművészek pedig sokkal, hogy is mondjam, alázatosabban nyúlnak a természethez. Tehát az ott talált anyagokból, ágakból, virágokból dolgoznak, tehát ezért ezek a munkák ott maradnak a helyszínen, és lebomlanak, tehát ilyen módon efemer jellegűek, időszakosan léteznek. És Ági itt bemutatott fotósorozatán is ezt láthatjuk. Valamint van egy közös munkájuk, Gondolat hulláma címe, ahol Ágnes és Anikó textilművész, szobrász és természetművész együtt dolgozott, és az úgynevezett felvető szálak, tehát a felvetés, kicsit így átvitt értelemben, az a Péter Ágnesé, és Anikó pedig fonalakkal körbefonta ezt a munkát, és ha belehajolunk, akkor egy gondolat kavalkádot láthatunk a közepén. Végvári Beatrix alkotói gyakorlatában az emberi állapotok identitásérzések megjelenítését keresi tradicionális médiumokban és a digitális képalkotásban egyaránt. A fő tematikai és formai motívumokban a többszörösen kimunkált kompozíciókat az adott anyaghoz, eszközhöz társítva, a grafikai megjelenítés tömörségével. Végvári Bea az elmúlt években a Móri művész szerepen készült cianotípia sorozatát mutatja itt be, amelynek a legfontosabb jellemzője talán az, hogy,
hogy a rácsozatokat, a mintázatokat keresi. Erről ezt fogom majd a megnyitó beszédemben is kicsit kifejteni, hogy a rácsrendszer az mit jelent a 20. századi modernizmus művészete óta. Ez tulajdonképpen egy művészettörténeti toposzá vált az avantgárd óta, és nagyon izgalmas, ahogy Végvári be ezeket a mustrákat, ezeket a mintákat, ezeket a rácsokat, pöttyöket használja ahhoz, hogy aztán a kép felületére, az előterébe hozzánk közel különböző tárgyakat, emberi szituációkat fel tudjon tulajdonképpen aggatni erre a rácsra, mint egy állványzatra. Dér Adrien munkái esztétikai, filozófiai fogalmak kibontásával foglalkoznak, a tökéletesség érzéki megjelenítésén keresztül mutatja be világunk határtalanságát, emberi érzéseink határoltságát. Egészen más, ugyanebben a teremben az az alkotói módszer, az alkotói folyamat, amit Dér Adriennél látunk. Mondhatjuk, hogy ő talált tárgyakból dolgozik. Ezek olykor valóban objektek, amiket összeállít, újraértelmez, illetve a kollázsaim pedig különböző tankönyvekből, régi könyvekből, újságokból vágott ki figurákat, részleteket, amelyeket aztán a saját kutató, szemlélő és kreatív, kicsit ilyen szürreális gondolkodásmódjával egy geometrikus, letisztult felület elé helyez, és ezeket is egy új történetbe helyezi. A Pelikán galériában október 7-én pénteken 16 órakor Szabó Anikó tárlatvezetést tart. A kiállítás megtekinthető 2022. október 14-éig, 2-től péntekig 10-től 18 óráig. A Vörösmarty Mihály Művelődési Házban a Vokéban nyílt meg a Városi Bélyeggyűjtőkör kiállítása az Aranybulla emlékév tiszteletére. A tárlaton Szent István királyunkhoz kapcsolódó bélyegek is bemutatásra kerültek. Függőpecsét készítéssel, kihelyezett postával és az Aranybulla emlékév tiszteletére a Magyar Posta által kibocsátott Aranybulla emlékbélyegekkel is várták az érdeklődőket a székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör bélyeg kiállításán. A Vörösmarty Mihály Művelődési Házban szombatig látogatható tárlat vendégeit, kiállítóit Földi Zoltán önkormányzati képviselő, a Humán Közszolgálati Szakbizottság elnöke köszöntötte. Pezseg a civil egyesületeknek a munkája itt Székesfehérváron, és mi sem mutatja jobban így, mint a 95 éves, vagy illetve 97 éves Városi Bélyeggyűjtőkör. Egy 1000 éves államiságot, 800 év emlékét, 800 év összetettségét említi meg itt az Aranybulla időszakával a Városi Bélyegkör. Csodálatos kiállítás, csodálatos gyűjtőkkel. Én azt gondolom, hogy ezzel csak adózni és tisztelni lehet, és csak bátorítok minden székesfehérvárit, hogy erre a nemes és méltán híres kiállításra eljöjjön. Én magam is külön megcsodálom, mert valamikor még gyermekkoromban nagy bélyeggyűjtő voltam, de ebben nem ez a fontos, hogy gyermekkori dolgokat idézzünk fel, hanem sokkal inkább az, hogy a bélyeggyűjtéshez milyen állhatatosság kell, milyen kitartás kell, milyen rendszerező szemlélet kell, milyen elhivatottság kell, és hogyha ezt egy kicsit valaki megkóstolja, egy nagyon picit ebben benne él, akár csak egy-két évig, akár gyermekként, akár felnőttként, akkor igazán át tudja érezni, hogy mit sugal, mit üzen a bélyeg vagy a bélyeggyűjtés. A megnyitón Laci Zoltán, a Városi Bélyeggyűjtőkör elnöke bemutatta a tárlaton szereplő bélyegek kiválasztásának metódusait. A kiállításon az Aranybulla évforduló mellett megjelenik Szent István és a magyar államiság története is. A mostani tárlaton a Városi Levéltár és Kutatóintézet két tablója is látható, amely az Aranybulla emlékmű történetét dolgozza fel. Egy nagyon-nagyon változatos anyagot vonultatunk föl az éves kiállításunkon. Természetesen az az anyag is megtalálható itt, amit évközben akár az Árpádok kora rendezvény sorozatban már láthattak az érdeklődők, amit elvittünk a Köfélművelődési Házba, vagy az oktatási intézményekben a bemutatókon már Szent István és Székesfehérvár kapcsolatáról szóló bélyeggyűjteményeket. A kiállításon olyan anyagokkal jelentkeznek a gyűjtők, amik közül két vagy három anyag nemzetközi kiállításokon szerepelt és díjazott anyagok, természetesen ebben a Szent István államalapítás Aranybulla témakörben. Különlegessége az, hogy próbáltuk kapcsolni
a művészeti ágakat, hiszen a bélyeg egy grafika, új elemként az Ex Libri megjelenik a kiállítási anyagunkban, mégpedig a Szent Istvánról, Szent Istvánhoz, államalapításhoz, Székesfehérvárhoz kapcsolódó Ex Libri, illetve azok a fontosabb eseményekről, az államalapítás és az állami létünkhöz kapcsolódó eseményekről, így a 48-as szabadságharcról, ami az állami lét egyik legnagyobb és legfontosabb eseménye volt, készült anyag is megtalálható itt a kiállítási anyagok között. Külön köszönöm a levéltárnak, a városi levéltárnak, hogy számunkra készített két kiállítási anyagot, megismertetve Székesfehérvár és Aranybulla kapcsolatát, így a régi Aranybulla emlékműt, illetve hát az 1972-ben kiadott Aranybulla blokk kapcsán készítettek anyagot, és ezt tisztelettel köszönjük. Az Aranybulla bélyegeken és érmeken megjelenő emlékezett politikáról Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója adott történeti áttekintést, illetve kitért Szent István tevékenységének és egyéniségének felidézésére is. Új koncertsorozatot indított az Albarégia Szimfonikus Zenekar. A Kérdezd a Karmestert programban a zenebarátokat Dobszai Péter művészeti vezető kalauzolja el a zenemű megszületésének körülményeibe. Az Albarégia Szimfonikus Zenekar a 2022-23-as idényében rendhagyó új kezdeményezéssel szólítja meg a klasszikus zene székesfehérvári barátait. A Kérdezd a Karmestert koncertsorozat különleges alkalmat kínál az érdeklődőknek, hogy egy-egy ismert klasszikus zenemű kapcsán betekintsenek a zenekar működésébe, és mindenek előtt közelebbről is megismerjék a karmesteri munka izgalmas műhely titkait. A sorozat első estjén Haydn népszerű napszak szimfóniáinak első darabja, a 6D-dur, a reggel szimfónia került fókuszba. Dobszai Péter karmester, az Albarégia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője mutatta be a művet, s válaszolt a Whitefülű hallgatóság kérdéseire. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy valahányszor nagyobb családi vagy baráti eseményen új emberekkel megismerkedtem, mindig azt tapasztaltam, hogy nagyon sokféle kérdés merül föl egy karmesternek a munkájával kapcsolatban, és egyáltalán egy zenekarnak az életével kapcsolatban, és abban bíztam, hogy kiterjeszthetjük ezeket a beszélgetéseket egy ilyen hivatalos formában is, és meginvitálhatjuk a közönséget az elefántcsontoronyba. Kivételes lehetőség lesz nyilvánvaló a klasszikus zene barátainak. Milyen kérdéseket vársz? Arra fogom biztatni a közönséget, és abban bízom is, hogy széles skáláját kapjuk majd a kérdéseknek. Én a magam részéről nyitott vagyok a zenetörténeti, zeneelméleti kérdések mellett a legpraktikusabb muzsikusok mindennapi életére vonatkozó kérdésekig mindenre, és arra számítok, hogy sok embernek sokféle érdeklődése során ezek mind szóba is kerülnek majd. Nagy kívás, annyi szent, ugyanakkor nyilván a mai műsort is ennek jegyében állítottátok össze, hiszen az a szerző, aki megszólal, az közérdeklődésre tartott számot, hála Istennek. József Haydn egy hatalmas óriása volt a bécsi klasszikának és az egyetemi zenetörténetnek. Az életútjának egy olyan pontját választottuk ki a reggel szimfóniával, ami egy nagyon izgalmas új kezdet pillanata volt az ő számára. Akkor állt az Eszterházi udvar szolgálatába, akkor kezdte el ott a másodkarrangi szolgálatot, és a lényegében a reggel szimfónia bemutatkozó szimfóniája, ezzel fogunk ma indítani. A következő Kérdezd a Karmestert koncertre Franz Schubert jegyében kerül sor. A bécsi klasszicizmus utolsó mesterének, illetve első romantikus zeneszerzője, 5. szimfóniájának előadói kulisszatitkaiba nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. Történelem dalban elbeszélve címmel rendeztek beszélgetős dalestet a Szent István Művelődési Házban. A Kulturális Örökség Napjai program vendége Mózer Zoltán fotóművész, etnográfus volt. A Kulturális Örökség Napjai keretében a Szent István Művelődési Ház adott otthont a Történelem dalban elbeszélve sorozat nyitó alkalmának.
Vaklár Anna vendége és beszélgető társa Mózer Zoltán, Balogh Rudolf díjas magyar fotóművész, etnográfus és író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Történelem Dalban Elbeszélve DVD szerkesztője volt. Igazából egy meglepetésről kell szólnom, mert én, amiről itt szól, ami a műsort jelenti, arról én réges-rég elfeledkeztem. Ez 20 évvel ezelőtt a rádióban volt egy sorozatom a népzenei osztályon. Oda nagyon sokat dolgoztam. Rögtön hozzá kell tenni, hogy én nem vagyok zenész és népzenés és zenetörténész, hanem bölcsész vagyok. De hát mindig érdekelt a szöveg mellett a dal és a dallam, tehát a népdalnál és balladánál is. És akkor az embernek van, nem jó szó ez a hobbi, amit angol, hogy van valami rögeszméje, mániája, valami, amibe örömét leli a munka mellett. Én kollégiumban dolgoztam, aztán később egyetemen tanítottam, de volt egy ilyen terület, ez a népköltészet területe, és akkor egyszer válatlanul találtam egy olyan lejegyzéskottát, ami a honfoglalás koráról szól. Na most ez tényleg véletlenül, ahol ismeret folyóirat véletlenül a kezembe került, és akkor volt egy, aztán egyszer csak lett még egy, és elkezdtek ezek a jegyzetek szaporodni. A bölcsész ember az a cédulát, most a számítógépen, de valaha cédulákat gyűjtött, és hát összegyűlt egy nagy adag, és akkor ebből összeállt egy olyan műsor, aminek két címe volt: Magyarokról sok jót mondjatok, ez Tinóditól származik, és a Magyar Történelem Dalba Elbeszélve. Ez a romantik kora óta, Arany János kora óta állandóan föltevődött a kérdés, hogy hol vannak a régi dalok. Mert ugye az ezer év történelméből legendák, mondák maradtak meg, később aztán Tinódi Balassi korából énekek is, de közben volt 500 év. És hát ezt senkit sem hagyott nyugton, mindenki kereste, kutatta, mindenki föltette a kérdést, és hát véletlenül én megtaláltam a kulcsot, nem a megoldást, hanem a kulcsot. Tehát az egyik arról szól, hogy ott vannak a kéziratokban, a másik meg ott van, így illik ezt mondani, a nép ajkán. Ugye, tehát van egy literátori, és van egy szájhagyomány útja, és hát ezek, ha találkoznak, hát ez kellett. Nem jó az, hogy kutatni, inkább a keresni, hanem véletlenül ezt kerestem, azt találtam, és akkor összeállt Álmos vezértől Ferenc Józsefig 32 részben. A rádióban egy sorozat, ezt többször ismételték, és aztán ebből egy DVD született. Nem tudom, hogy most itt szomorúan fogom elmondani, de valószínűleg inkább megelégedéssel, az, hogy én azt hittem, hogy ez eljut minden iskolába. Mert hogy énekórán is, történelemórán is ezt lehetne énekelve tanítani, és az énekekhez megjegyzéseket fűzni. Most én vonattal jöttem Szekszárdról, Sárbogárnál, és itt fogom elmondani, ugye, és mondtam a nejemnek, hogy nézz ki Sárbogárna, ott baloldalt van egy elhagyott temető. Ez valaha Tinód nevű falunak a temetője volt, és ott született Tinódi Lantos Sebessén. Úgyhogy ha én fehérvári lennék, nagyon büszkén oda beszélnék erről, és oda próbáltam, de nem sikerült, egy szobrot állítanék. A magyar népi kultúra mélységeit átfogóan megmutató esten közreműködtek a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai Berki Lilla vezetésével. A
A Csóri Sándor alapáltal támogatott rendezvény megerősítette, amit Szakolcai Lajos írt Mózer Zoltán egyedülálló mélységeket kutató és feltáró tevékenységéről, hogy az ő munkássága a képzőművészeti alkotás és a karakteres gondolkodás foglalata. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.